Hello mindenkit, Rokauszolat, és mint láthatjátok, ez itt nem más, mint ismételten egy Minecraft Sprout epizód, ugye a sorozatunk következő része. És be kell vallanom, hogy én leraktam ezt a cuccot. Tehát ugye a két rész között direkt próbálkoztam azzal, hogy kiegyenesítem itt ezt a területet. Ez meg is történt, illetve visszamentem leadni ezt a questet, és elloptam a Waystone-t. Szóval mostantól van Waystone-unk. Bár igazából még mindig nincs hozzá warp stone-unk, amivel tudnánk teleportálgatni, nem baj, azt majd megoldjuk. Ender pearl kell majd hozzá iszonyat mennyiségben. És tehát ugye megcsináltam itt ezt a kis nekem ez hangosnak tűnik. Sound 3, hát nem mindig, hogy ilyen hangos lesz, csak nekem lesz hangos, van egy ilyen érzésem. Szóval igen, ugye megcsináltam itt ezt a kis kezdő platformot, ezt az induló részt, ugye leraktam egy 16x17-es sík felületre ezt az egészet, és úgy ez született belőle. Ja. Igazából vetel az X helyett a pipára nyomtam, és akkor mondom, fenemene, akkor már kezdjünk is neki a dolgoknak, illetve a questért kaptam revarbe egy ilyen flint sickle-t, ami arra jó, hogy én egybe szét tudom itt ütni a lombkoronákat, és ezzel tudok magamnak nagyon-nagyon sok burn nestet gyűjteni, illetve tehát nem csak burn nestet tudok gyűjteni, hanem stickeket, almákat, saplingeket, tehát ugye ezzel ki tudom itt ütni a növényeken, és nagyon sokat ki tudok ütni egyben, tehát hogy tehát elég sok növényt ezt a fogok tudni majd gyűjteni, és a szerencsém van, ebből majd ad nekem nagyon-nagyon sok magot, bár egyelőre magra nem nagyon láttam példát, na mindegy. Lehet, hogy magot nem is üt ki. És az elég, hogy ezzel elég gyorsan tudjuk majd gyűjteni itt ezeket a botanikás növényeket. Most viszont, ha már leraktuk a főépületet, akkor itt az ideje elkezdeni építenünk kis falvunkat. Na jó, ezeket a növényeket itt meg kiütöm, mert gonosz vagyok. El kell kezdeni építeni kis falvunkat, ami meg kicsit utána néztem, és hát nagyon sok fék nagyon sok fék, hogy hívják, ott találtam fék leírást, találtam, hogy ezt a townhall dolgot hogy kell craftolni, majd rájöttem, hogyha lerakjátok ezt az első épületet, ezt a hajót, vagy ezt a sátortábort, akkor utána lesz benne egy kis láda, amiben benne van egy townhall, egy building tool és egy My Colony Resurrection Guidebook. Szóval, ja, lehet, hogy felesleges volt itt a szenvedés. Na mindegy, nézzük meg ezt a guidebookot először. Complete version of documents available here. Official Minecraft wiki. Igen, lerakom. Supply ship supplicant, workers, level up system, tool level, trades, buildings, supply ship, supply camp, town hall, citizen hut. Aha, jó. Kezdjük az először, hogy én leraknám ezt a town hall-t, mondjuk még aztán a fogalmam sincs, hogy én ezt hova fogom lepakolni, de szerintem worker station kéne, tehát hogy vagy a town hall-ba jönnek először, vagy én itt most nem tudom, mi van, illetve azt se tudom, hogy mekkora hely kell egy ilyennek, és vajon ezt is ki kell előtte simítani, hát ha igen, akkor lehet, hogy morcos leszek, amíg leraknám ide, nagyon jó, le van rakva, meg is jelent a kis jocókám, building. Nagyon jó. Már van is egy kis jocókám. És te nem tudsz építeni? Akkor a citizen, tog ez beszélzés, a random colony. Cancel build. De addig nem fogja tudni elkezdeni megépíteni, ameddig... Ajaj. Cancel build. Jajaj, hát ez közelebb van ahhoz, mint amit én szeretnék. Not good enough, eh? Hey. Ezt ki szeretném szedni? Ja, hogy Excel kell kiszedni. És ki is tudom szedni, vagy elvesztem? Megkaptam. Nagyon jó. Jó, akkor ezt viszont nem ide építem meg, hanem... hanem mondjuk... Nyom. Ja. Building. You need a builder in order to build. Ez már még mindig belelóg abba a cuccba. Nem jó.
Na, van egy csomó kolonistánk. Jó, akkor nem a Town Hall-al fogjuk kezdeni. Az majd utána jön, hanem előbb akkor kezdeném ezzel a Workeres cuccal, ami, hol van? Itt van, Builder's Hut. Ehhez kell egy ajtó, meg fa és egy building tool. Igazából ez nem lesz nagyon nehéz fel. Ja, igen, nagyon sok fát szereztem mindeközben, miközben itt csináltam itt a kis flat dolgot. Nem, ezt le is pakolom, mert ilyen még úgy sincs itt. Tehát crafting table még itt úgy sincs. Jó. Akkor először is nekem kell egy csomó ilyen kell. Hát igazából egy darab ajtóval is tökéletesen beérném, hogyha lehetne még úgy craftolni, hogy egy darab ajtót craftolsz. De és akkor egy building tool kell a tetejére. Nagyon jó. Jó. És hogy lehet vajon úgy lerakni, hogy én megnézhessem ezt előnézetben? Vagy shift-tel kéne leraknom? Aha, itt van, jó. Hát akkor én ezt le... Várja, nem jó. Hát de nem jó, mert belelóg a bassz harba. Hát hogy kell ezt lerakni, hogy előnézetben nézhessem és el is helyezhessem rendesen? Shift-tel? Nem shift-tel? Hát de nem shift-tel rakom le? Shift-cut? Alt-cut? Nem. Azzal eldobom. Nem. És görgővel kattintok le? Nem. Olyat se csinál. Hire worker. Build building. Na, jó cókáim. Akkor belendül valaki. Igazából van is itt egy worker elméletileg. Worker assigned. Worker level 0. Higher worker. Inventory. Hát gondolom ehhez mi kéne. Csak megmondja, hogy mi kéne hozzá. Aha, request. Inventory. Skill. Strength. Endurance. Nagyon jó. De igazából nem. Nem kell ilyenkor adnatok egyet? Vagy... Ez ilyenkor teljesen... Na viszont rá kéne jönnöm, hogy hogy működik ez a dolog. Tehát, hogy hogy kell átlépnem abba a módba, mikor ugye előre meg tudom nézni a dolgokat. Belenézek ebbe a guidebookba egy kicsit. Hát, ha ír valami hasznosat. Need X. De milyen X or kell? Gold. Wood or gold. Aha, akkor a kő se jó neked. Hát berok rajtad. Aranyból csinálják neked baltát. De fából meg nem engedik. Valamiért nem tudok fából baltát csinálni. De hogy miért? Én meg így se tudok. Illetve logból se tudok. Vagy logból? Hogy hívjákból se tudok? Rendes fából. Oh, fuck. De ha jól tudom, ezekből lehet csinálni ilyen valamiken. Oakwoodból. Sem, tudod? Oakwoodból se engedi valamiért, de hogy miért? Ezt meg nem mondom, na mindegy. Aranyom viszont csak két darab van. Au. Szomorú. Szerintem aranyom itt sincs. Aranyom itt sincs bizony. Flintecs... Hát... X. Hát itt írja is egy wooden X. Igen. Miért nem enged nekem stick? Ennyi. És miért nem enged nekem, hogy hívják ott craftolni? De nem engedi valamiért. Rotate grid. Valamiért nem enged nekem fából dolgokat craftolni. Golden Axe. Én csinálnék neked akármit, öcsém. De komolyan, de két darab aranyjal nem váltam meg a világon. Szerintem legalábbis. Hát ha mákod van, ebből még esett ki valami hasznos. Gold Nugget.
Ennyi? Ezzel nem megyünk el messzire. Hát nem. Igazából van 16 gold nugget, még jó, akkor abból tudunk neked csinálni egy aranybaltát. Miért pont aranybalta kell neked? Jó. Nem baj, kapsz aranybaltát. Ha ezzel nekiállsz dolgozni, öcsém, kapsz aranybaltát. Jó, tessék. Aranybalta. Légy rohadtul boldog! Nem lógok bele amúgy semmibe, amiben nem akarok bele lógni? Nem. Nagyon jó. Jó, inventory. Tessék. Aranybalta, tessék. Na jó, most elkezdesz dolgozni, jó, de viszont valószínűleg besegítek neked. Mert mire te itt végeznél? Addig rámenne plusz két nap. Na, aki? Jó. I serve with pleasure, ezt nagyon jól is teszed. Segítek, barátom, ne aggódj. Csak azt vágod ki, ami belelóg. Éppen honnan vágsz mit? Ezt próbálod kivágni? Akkor ez így egyedül le fog tartani egy darabig. Viszont a burnesteket közben összeszedem, mert hú, hát lesz itt annyi, mint égen a kis csillag. Vagy a nagy csillag, nekem aztán mindegy. De azt szerintem ezt akarja itt kivágni éppen. Na jó, viszont besegítünk neki akkor ezzel a kis fácskával itt. De ő szerintem csak azt vágja ki, ami belelóg az építési területébe. Nem minden, hogy nagyon más kivág. Na mindegy, akkor kis gyorsítás. Kell kezdenem csinálni itt valami... Hogy is mondom... valami rendszert igazából. A ládákban, illetve ha jól láttam, lehet upgrade-elni ládákat. Na, engem ez így nagyon érdekelne, hogy hogy. Tehát, hogy mi rá konkrétan a metódus, hogy... Aha. Ez egy gyújtós virág. Arra hagyjam meg? Nem hiszem el. Aha! Jó. Az öngyújtós virágot szétcsesztük csúnyán. Akartam is kérdezni, hogy méhecs kérem, miért nem? B. Ez elveszel egy darabig, jocókám. Az biztos. Ez nagyon elveszel egy darabig. Vagy neked éppen elég lesz annyi, hogy... csak kivágod, ami belóg, ugye? Ha jól sejtem. Jep, te csak ki fogod látni, ami ide belóg. Sejtettem valamit. Viszont mindenképpen muszáj ebbe segítenem. Mert kutya kötelessége egy jó town hall vezetőnek, mint egy jó town vezetőnek ebbe besegíteni. Na jó, birnesztünk is egy csomó jó ezeket, viszont ki kéne nyitogatni, mert ezekben nagyon sok értékes dolog tud ránk hullani. És ha jól tudom, ebbe az inventory-be le fogja majd ő szépen pakolni, amiket így összeszed az építés során. De ilyen még nem nagyon van helyük, ahova mehetnek. Lehet, hogy éppen azért, miatt akármi mást építenék, azelőtt town hall-t kéne építetni vele, és csak azután nekiállni a... Konkrétan csak azután nekiáll... Ó, oh, hogy rohagy meg. Ó, ez a harci zene is nagyon jó. Szóval... Haltal teszem le. Information. Belógok valamiben? Nem lógok bele semmibe. Meg vagyok lepődve. Jó, akkor először is ezt szerintem... Először cancelem a buildet. És megmondom neked, hogy inkább ezt építsd meg, de sokan kezdtek lenni. Build building. És akkor először ezt építsd meg. Vagy egész addig nem fogod, ameddig
Here worker. Egész addig nem fogod megépíteni, ameddig. Várjunk, T. Nem kérdés sem, mint shovel. Nem a? Azt milyen shovel kell neked? Request. Gondolom abból is legalább arany vagy fa. Ó, oh. Sejtettem, hogy rohadjál meg. Ez mi? XP! Jó, akkor csinálunk neki shovelt, egy jó ásót. Ez olyan, hogy lesznek itt problémák ezzel a jocóval? Hát már több minden kell neki, mint amennyit én így adni akartam neki erre. Nagyon jó, most hogy besegítettünk itt a kis jocókának, akkor igazából most egy kis nyitnám ezt a nagyon sok pörnesztet, amink van. Van-e még pörnesztünk valahol csak így elfekvőbe, de szerintem nem lesz. Szerintem nem lesz, jó. Viszont majd Gartovert is kell lerakni, hogy beállhasson a Garn... De menők ezek az utcák. Szóval Gartover is kell majd, hogy beállhassanak az emberkék Garnnak. Annyi? Jó. Hát én kaptam ebből mindent, ahogy látom. Blaze Powdertől kezdve a jövő hetet is. Meg kintjük ezt is. Ha meg tudjam nézni, mi ez. Ez egy Wraking Enchantment. Nagyon jó. Amit összeegény meghalt. Nagyon jó. És akkor elbe itt most építi a... Mondott valamit nekem, hogy... Kellene neki valami? Nem igazán. Hol a builderem? Mi kell neked? Tuti kell neked egy csomó minden. Shovel. Wooden, gold. Hát de bazd meg. Hát de jó cókám. Az előbb beszéltük meg, hogy vigyázol rá. Nem az előbb beszéltük meg, hogy vigyázol a cuccra? De, mit nem csináltál? Nem vigyáztál a cuccra. Bazd meg. Mondom, szüljek neked. Hát itt baj lesz, mert valamiért nekem nem enged. Tehát valamiért nekem nem enged. Hey, Wooden. Jó, akkor én ezt ezzel lesz letudtam, és megyek aludni. Mindenképp kellnek majd gárdok. Mutáltakról muszáj kellnek gárdok. Miután felkeltünk szépen, akkor assignolni fogok ide egy guard towert. Jól tudom, azelőtt be tudnak állni oda dolgozni, mielőtt akármi történne. Mine colony. Kukac mine. Ott hallj meg! Ott halljál meg! Nem akarsz lehetően meghalni? De, nagyon jó. Oké, szóval... mi kell ahhoz, hogy nekem legyen egy guard tower-em? Place citizen hut, deliveryman, farm, field, fisherman, guard tower. Egy így kell a közepére. Nagyon jó. Ahogy látom, akármilyen fa, és egy így kell a közepére. Jó. Jó, akkor csinálunk egy... Hogy van a... Hogy kell ilyet craftolni? Ha nem emlékszem. Majd, hogyha tudjátok, akkor kommentbe írjátok le jól, hogy miért nem tudok... miért nem tudok én izét gyártani. Mi az? Miért nem tudok én... hogy hívják okat gyártani? Na, értitek. Szerintem egy... szerintem egy guard tower piszkosul jó lenne mondjuk. De? Guard tower. Ebből kettőt kaptam egyből. Hire worker. Én szeretnék... Gyere ide, jocókám! Flint Sword, level 3, ne jó. Szóval, Here Worker. Nem hírelünk Workert?
Needed 11 cobblestone. Akkor előbb el kell menni bányászni, és össze kell szedni azt, ami ennek a jocónak kell. Hát ilyen izé hallal kellett volna kezdeni. Na mindegy, szóval 11 cobblestone kell neki. Jó. Összeszedjük neki hamar. Aztán kell majd csinálni egy bányászt is. Mindenképpen. Tehát ugye a bánya azért kell, hogy ne nekünk kelljen majd minden szart összebányászgatni. Hanem majd összebányászza a kis jocókánk. Azt mondom, hogy van egy ilyen bizonyos happiness szintjük, és minél nagyobb lesz ez a happiness szint, annál jobb munkásokat fogok kapni. De az ugye azt kéne, hogy tudjanak lakni valahol. Például. Mi? Itt az inventory-ben van valami? Nem igazán. És földelpakolta végig az egészet. Na jó. Ó, oh, és most csinálja a kis építményt. Jaj, ez cuki lesz. Na mindjárt mondja, hogy mi kell még neki. Na mi kell neked? Tudja, hogy kell wood, meg wood plank, meg ilyenek. Szóval itt lesz az egyik guard towerünk. A falu egyik végén. A másik, én azt valahogy úgy tervezem, hogy enni is kéne valamit közben. Food. Kávébabon fogunk élni, gyerekek. Szóval a másikat úgy tervezem, hogy valahol én azt ide szeretném majd. A másik guard towert. És én nem tudok még workert hírálni. Ameddig gondolom nincs kész a town hall. Van egy olyan érzésem. Oké, mi kell neked? Mondjad, mi kell neked? Figyelj, itt vagy, sírd el a bánatodat. Wood. Hát ez éppenséggel megoldható. Tudod mit? Request fulfill. Back. Sőt, tudod mit? Inventory, és akkor... Ja, hogy te vitted mindet? Lolol. Oké. Hát igazából... Mi vagy, éhes? Nem. Mi a requesten? Lakni akarsz valahol? Munkát akarsz? Mit szeretnél? Amit nem. Ilyenkor mindig, mikor elgondolkozik. Oakwood fence. Nagyon jó. Melyeket csinálunk neked Oakwood fence-et? Jézus ereje, mennyi cucc kell egy ilyen építményhez? Esélyszem. Szerintem felhasználom a nálam lévő cuccokat, hogy Oakwood fence csináljunk. Nem ezt. Hogy van a kerítés? Ha jól tudom, így. És középre kell ez. Nem, ez fence gate, de majdnem. Akkor pont fordítva, tehát ez pont így. Ó, basszus, most már mindegy. Így, még ebből csinálunk. Csinálunk egy adag sticket, na. Jól, úgy. Úgy. Egy, és akkor így, meg így, aha. Jó, és akkor ez azt jelenti, hogy van nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok izénk van jelen pillanatban. Oakwood fence-ünk, tessék, request, fulfill, back. Utána is tuti eszedbe fog még jutni valami, hogy szeretnél még valamin. Akkor így megállsz, mindig eszedbe jut valami. Most éppen mi kell? Request. Hú, hát nem vissza kell, te Jocó! Jó, most mi kell? Ha már ismerlek. Torch. Mr. Torch, ahogy bazd meg. Nem baj? Ha, nem baj, legalább halad az építmény. Legalább halad az építmény. Van-e szenem? Szenem az nincs.
Csüst. Mintha nem lenne holnap. Ja, mert szerintem az így nagyon külön nincs, de majd mindjárt lesz. 10 darab torcs kell neki. Amit igazából reményeim szerint nagyon hamar meg is tudunk oldani. Meg kell nézni még, hogy milyen modos megoldások vannak dolgokra, mert... Ja, van ilyen érzés, hogy teljesen felesleges dolgokat csak ma a moddal sokkal egyszerűbben meg lehet majd oldani. Tessék, megkapod a 10 darab torcsodat. Full fail. Nagyon, most valami más requested van? Nincs. Jó. De most amúgy, hogy mit csinálsz? Ennyi? Ja, hogy te ezzel végeztél! Hogy ennyi volt ez a cucc? De durva! Akkor egy kicsit azért szépítenék rajta, mert lehet, hogy van pár undorító momentuma ennek az épületnek. Sziasztok, jött szókáim! Lopok innen ki egy kis földet, jó? Végül is amúgy csak 40 óra volt, mire összeépítettük, de sikerült. De legalább már éhen fogok haldokolni. Jó, hát tudod mit, akkor jó lesz az így. Nagyon jó! Amán ezt így... Ja, hogy ez itt a buildinghez tartozik konkrétan. Á, oké. Ha már ezt így elkezdted, mi lenne ha... build building. Ha elkezdenéd most ezt megépíteni. Nagyon jó ez a kis mine colony mod. Jó, most elkezded ezt megépíteni, én addig besegítek mondjuk azzal, hogy kisimítom neked a területet. Utána lassan el kéne mennem elkezdeni megépíteni a jövő hét kukiát is. Jó, nem igazából, el kéne mennem bányászni. Mert mondjuk úgy, hogy van egy csomó dolog, amit szeretnék elkészíteni. Ó, sötétedik. Mennek aludni a kis jacókáim. Én sem elmegyek aludni, mert a végén még megint rám jön valami csúnya. Ögy! A construction worker. Build request created. Nagyon jó. És még kell nekem földblokk. Tehát egy milyen kis chilles, tuti utána bekeményedik a dolog. Ennyi földem volt, hát én többre emlékszem egy picit azért. Hangya. Hangya fasznyit, nekem több föld rémlet, vagy volt nálunk. Rosszul rémlet volna? Kevesebb föld volt nálunk? Hát hát jó, igazából velem lehet beszélni, hogy nem volt ennyi. De mondjuk én ezt nem hiszem el. Well. Na mindegy, megjavítjuk ezt a flint showert, és akkor csinálunk földet, jó nem, ásunk ki földet. Akkor ezt a vizet onnan eltüntetjük jól. Ó, megint ex kell neki. Mert hogy upgrade-elni kéne a crafting table-t ahhoz, hogy én csinálhassak neki exet. Lehet amúgy, tehát én kinézem ebből a modból, hogy upgrade-elnem kell a dolgokat, hogy exet csinálhassak. Ez viszont még kell föld. Na jó, egyszer egy probléma, először földet szedek. Miután ez meg volt, majd utána szépen rájövünk, hogy vajon mit is kéne itt tennünk annak az érdekében, hogy én tudjak fából eszközöket gyártani. Mert valamit tenni kell, hogy én tudjak fa eszközöket gyártani, csak meg nem mondom mit. Szerintem upgrade-elni kell itt a kis izéme. Majd én szerintem legalábbis upgrade-elni kéne ezt a crafting station-t. Gondolom én. Aztán igazából lehet, hogy várja nem. Rise. Lol. Beetroot seed. Na jó. Oké, akkor lehet, hogy upgrade-elni kéne itt a kis építményemet.
és akkor tudné így. Na szóval, kedves hölgyeim és uraim, utána néztem, és igazából ez a probléma, ez csak azért áll fenn, mert valamiért nem tud a Minecraft most. Mi kell neked? Neked még mindig bajt fog kelni, ugye? Igen, de nem tudok neked adni, mert ugye neked a kő már még nem jó. Viszont jó lesz, hogy upgrade-olom a buildinget. Mi kell az, hogy upgrade-oljam a buildinget? Nem tudom, de próbálj meg upgrade-elni. Remélem, ez nem fog kelni neked balta meg semmi. Mivel hogy még egyelőre nem tud használni fa eszközöknél jobbat, meg arany eszközöknél jobbat, ez az a probléma, hogy valamiért removolva van. Ó, mennyi skill pontom van. Azt hogy tudom elosztani? Egyelőre removolva van. Ó, mining, melee, defense, woodcutting, smelting, archery. Chains more wood drops, chopping seed, smelting. De archery nekem miért kéne? Cooking, sneaking, farming, fishing, digging. Digging after flint gravel. Drop mining speed, melee. Majd defense-et pakoljuk fel nagyon. 10, smelting. Smelting at everything, smelting speed. Drops, sneaking, cooking, athletics. Done. Nagyon jó, elhetek hozzá a pontok, jó. Szóval igen. Először jól upgrade-olnia kell az építményt. És hát igazából csak utána lesz képes nekiállni és megépíteni azt a buildinget. Tehát előbb, ja, ezt kell upgrade-olni. Mi van a kezedben? Mi kell neked? Torch kell most, mi? Nem, még mindig balta. Mindig balta, jó. De viszont ezt megpróbáljuk, hogy elkezdünk a shovel-lel itt. Ezek remélem egyszer jók lesznek valamilyen. Próbálunk itt a shovel-lel ügyeskedni. Aztán igazából ha shovel-lel ezzel a kaszával ügyeskedni, aztán igazából a szerencsénk van. Ha nagy szerencsénk van, akkor adhat belőle egy csomó bird nest-en. És reménykedem is, hogy olyan csomó bird nest-ből igazából potyoghat arany. Tehát ugye eddig is az aranyaink 90%-át ugye bőrnesztekből szereztük. Én azt mondom, szerintem ez még most is egy élhető működő dolog lesz. Ja, mennyi jött szókám? Úgy. Igazából általmod megoldást kínál az ilyenekre. Ó, te mi vagy? Hát te mi vagy? Milyen növényzet? Ez valami gyümölcs? Nem fog kiállni! Seed. Seedet lehet szerezni. Mi ez? Körte! Ez körte fa! Ez az? És a körtéket amúgy hagytam róla leszedni, csak így így. Hogyha nem akarok közben meghalni a Minecraft. Nem gondolkozom vajon ezeket a körtéket, hogy lehet róla alaphelyzet? Aha, így. Akkor lehet ezt a fát nem kellett volna kiütnem, ugye? Ez mi? Pierce sapling, ezt elrakjuk. És meg is lesz oldva itt a kajatermelésünk, te mi vagy? Mi felesleges, hogy nálam legyen? Föld? Akkor most a föld lesz a felesleges, hogy nálam legyen, jó. Oké, szóval a kajatermelésünk egy darabig most meg is oldódik, jó? Megpróbálom még minél több és több és több és több burnestet szerezni, aztán utána ürítünk egy inventory. És megnézzük, mennyire lesz szerencsénk. Hogyha tudunk sok aranyat, aranynagetet összeszedni, mert ugye ezek a madarak, ezek aranyon élnek. Nem is tudom milyen madarak ezek, de ezek ugye aranyból élnek. És aranyal van tele a fészkük. Meg kovakővel. Fáznak és nem elég... Szomorú. Felgyújtottad magad? Au. Fel. Ez a levitation dolog, ez érdekes. Na mindegy, de most van körténk. Jó, és akkor még mindig, gondolom neked még mindig X kell még az upgrade-hez is, ugye?
tudod mit? Valószínűleg ebből lesz annyi aranyunk, hogy azt mondjam, hogy cancel upgrade. Úgyhogy ne kapsz szét, hanem építsd az építményt. Én eddig ebben most gyorsan megpróbálok építeni. Jó, hát addig ebbe is lapakolom. Igen, és utána a részek között csinálok majd egy kis inventory rendszerezést, megígérem, esküszöm. Esküszöm! Jó. Most reménykedünk a mindenben, hogy akkor ez most ad cuccokat nekem. Hát? Igazság szerint cuccot azt kaptam, mert na jó. Gold. Gold ingot. Jó, és akkor most csinálunk belőle... Aha, ez így nem jó. Így. Hát ez még mindig csak két darab. Van-e... nem. Van-e ezen kívül goldom? Valahol még... Nyet. De mindenképp az upgrade-del kéne kezdeni amúgy. Jutott eszembe. Bizony. Mi megyünk, akkor még szerzünk leszteket is, de... És mindenképp a... Upgrade building. Priority 1 a 10-ből. Na jó. Jó, oké. Okay. Ajj, és akkor még megpróbálunk szedni itt... dolgokat. Igazából annyi dolog, tehát annyi aranynag itt kéne még, hogy ezt tudjak rakni magamnak. Magamnak ezt tudjak még neki rakni egy goldás után, lassan el kéne mennem bányászni. Ez is vicces, hogyha jöltem erre a közelben, amúgy van egy sárkány nest, ha jól láttam. És igazából ha azt a sárkány nestet így jól benézném magamnak, lehet, hogy találnék benne érdekes dolgokat. Mert ki tudja, tehát lehet, hogy vannak benne érdekes dolgok. Mondjuk arany, ha jól tudom, arany az majdnem mindig van a sárkányfészkekben. Jó, hát igazából így is most van 18, ami már jó. A 18 még mindig nem elég, még mindig több kell. Több és több és több és több. Az előbb 40-ből jött pár, tehát akkor ugyanezt a... Tehát én ugyanezt a tendenciát tartom reálisnak. Körülbelül, hogy ugyanúgy ilyen 40 feletti létszám kéne ahhoz, hogy megint kapjunk párat. Vagy nem. Jó, szerintem ennyiből azért már csak kijön annyi, amennyi nekem kell. Ez egy driád. A driád vajon bánt? Szia, driád! Te bántasz? Nem hinném. Nagyon reménykedem benne, hogy nem. Mert viszonylag túl közel vagy a mindenhez itt. Jó. Akkor most csinálunk egy olyat, hogy megint csak kinyitjuk... Deposit. Aha. Megint csak kinyitjuk az összes burnestet. És reménykedem benne, hogy sok gold nugget lesz benne. Az a prizmarin több esik belőle, mint izé. Mint gold nugget. Prismarine, hát értitek ezt? Prismarine. Jó, egy. Ez azt jelenti, hogy már én csak tudunk neki csinálni egy aranyboltán. És akkor ja, hát azért előbb a izével kell kezdenie. Tehát azért előbb a... az upgrade-del kell kezdenie. Hogy mindenképpen... mindenképpen... igazából fogom és ezt lecancelezem. Big cancel build. Hát addig előbb ezt építs meg, jó? Request. Fú, fia. Tök én magyarázott, hogy a kő is jó, de amúgy neked rohadtul nem jó a kő. Request. Most nincs requested. Indulj neki és dolgozzál végre! De cobblestone fog neki kelleni, előre érzem. Fogadjunk, gyere ide, gyere ide. Mondd meg, hogy cobblestone kell neked. Az cobblestone, tudtam én. Éreztem előre, jó, akkor menjünk neki cobblestone-e. Hol lástam én itt lefelé őket? Itt. Te szép nagy fan nőtt ide ki. Ezután lesz mit vágnom ebből a videóból. Mert ugye direkt ilyen kicsit vágottabb kontentet szeretnék csinálni. K
kell neki 45 darab, összeszedünk neki egy 64-es pakkot, mert valószínűleg a tonhalhoz is kell majd neki. Van egy olyan érzésem. Mindig szokott kelleni az összes építményhez körülbelül cobblestone, ha jól láttam. De nem is baj, nem is baj, dolgoztasson csak velünket, igazából nekünk kéne őt, mert hát ő azért van, hogy mi ne dolgozzunk, de igen, nem baj ez. Ez a Mine Colony mod, ez amúgy nagyon vicces. Jó. Emléletileg, hogy úgyis gyorsabban is bányászok, meg nagyon mákkal. Ez az itt a cobblestone bányánk. Jó, és akkor van-e nálam fákjön velé, én ezt a helyet kivilágítom, hogy mikor legközelebb lejövök, ne répázzanak meg szörnyek. Most már van. Itt van. Mennyi izé van nálunk? 64-es pak. Nagyon jó. Még azt egyből oda is adjuk a workerünknek. De ebbe elmegy aludni? Ó, hát nem hiszlek el. Jó, és akkor megyünk aludni. És akkor igazából jó is lesz a dolog. Ej. Tehát ja, mint utána néztem, van egy ilyen bug, tehát az egyik modnak van egy ilyen baj, hogy nem enged fa eszközöket készíteni. Valamiért. Tehát igazából meg van hűlve egy picit, és nem nagyon enged fa eszközöket építeni. Nagyon viszont ez upgrade-elt fel jól. De nem abból fog állni az upgrade. Most mi kell? Az ott van, jó, de szerintem még hozok. Tudod mi? Szerintem még kelleni fog, hozok inkább. Eddig is szerencsétlen vagy, könyörgöm, nem áll. Így nem jó, mi? Nyágoljuk neked, jó? Isten, de kis szerencsétlen vagy. Ezt tanítani kéne valahol. Komolyan, mire ide rakom, addigra meg már megoldott, én egy ilyen szerencsétlen. Komolyan, neked egy izé kell. Request, crafting table. Ó, hogy a nyavaja verje ki a fogadat. Ebből sok vágás lesz amúgy. Előre látom. Nem baj. Gyere, Jocó, adok neked minden. Mi van az inventory? Hogy nyelje? Golden Shovel, Golden Axe. Mire kellett a Golden Axe, ha nem is használtad? Ezt az Oak Saplinget, ezt azért így kiveszem. Most pedig log kell, fogadjunk. De, hát volt az inventory-ban log. De nem olyan, Oak log kell neked. Nagyon helyes, tehát ha már megválogatod. Ha már öcsém csinálsz valamit, akkor válogass meg jól. Gyere, azt kapsz logot. De remélem tényleg Oak log kell neked. Mert ha valami Machu Picchu hegyről származó jövő hete. Tudod mit, inkább én rakok az inventory-be, jó? Inventory. Mi elég lesz? Már... mi kell neked? Spurswood! Spurswood lock! Akkor add vissza nekem ezt! Az melyik? Melyik az Spurs? Az a fekete? Vagy... ez Dark Oak. Ez nem az. És itt van ilyen... Spurs... jajá, most menjek kell aztán... keresek neked izét is. Jövő hetet is. Jó. Tudom, életben én keresek, tehát azon nem újjam. Kell egy fenyves. És találok neked. Az is körtefa ott. Ez is körtefa. Um.
Jó, és ezt így meg is, el is magyarázhatnád, hogy miért raktad rá. És van balta. Tudod mit? Mindegy is. Mindegy is. Viszont ha nincs balta, az nem mindegy is. Hol a baltám? Nem tudom, leraktam valahova, fogadjunk. Nem baj, akkor csinálunk egy flint baltán, mert ez nem baj. Van. Szerintem ez lesz itt a, ami nekünk kell, az a spurs. Aztán valószínűleg ennek a résznek ott lesz vége, amikor ez a kis jocóka befejezi a... tehát amint ez a kis jocóka végezni fog itt a... upgrade-del, akkor lesz vége most ennek a videónak. Szóval a részek között majd egy kicsit pakolászok, meg megvárom, amíg megépíti az építményeket. Hogy ne itt a részekben kelljen vele szívni. Ez Purse? Ó, oh, ez Purse Wood. Nagyon jó. Na jó, viszont közben megjelent itt a kenyeres autótól kezdve minden, csak hogy örüljünk itt a felvétel alatt. De viszont soha megvárom, ameddig ő itt kiütögeti azokat a fákat. Ahhoz, hogy ennek az upgrade-et befejezzem, még kell nekem gyapjú. Gyapjút pedig hát, voltam régen, lehetett pókhálóból kraftolni. Most még megnézem. Na. Nem igazán engedi. Régen lehetett ezt pókhálóból kraftolni, nem? És még mindig lehet. Várja, mennyi gyapjú kellett neked? Ezt is visszakapom. Közben akkor itt visszakapcsolom az upgrade buildinget. De igazából ez se oda, melyik jobban esik. És te az egész fát ki akarod innen szedni? Egy csalák, azért miért megy szét a baltán? Na jó, viszont nagyon szépen köszönöm a figyelmet, én Rokószart voltam. Egész sokat haladtunk, mint láthatjátok, a kis jocókák már építik itt a civilizációnk alapjait. Ami egy nagyon jó dolog, tehát hogy itt már építkeznek, építik a kis építményeinket, aztán szépülünk, meg épülünk. Na, a következő részig is, sziasztok! És nézzetek körül a csatornán, meg mindenhol, és ha találtok valami érdekeset, nézzétek meg! Sziasztok!